Középpont. Minden hétköznap 10 órától 12 óráig itt a Hit Rádióban. Az orvosok jelentős mértékű jövőre induló több lépcsős béremeléséről döntött az országgyűlés. A jogszabály egyik újdonsága, hogy létrehozza az egészségügyi szolgálati jogviszonyt, valamint büntethetővé teszi a hálapénzt. A Magyar Orvosi Kamara a nyilatkozatában kijelentette, hogy a fő célokkal egyetért, viszont katonák nem lesznek. A témában vendégünk és vonalban van dr. Álmos Péter, a Magyar Orvosi Kamara elnöke, akit sok szeretettel köszöntök itt a Hit Rádióban. Jó napot kívánok! Jó napot kívánok, mindenkit üdvözlök. Nos, hát ahogy a hírekben is megjelent, az önök által javasolt béremelést fogadta el a kormány. Ennek gondolom örülnek, ezzel egyetértenek. Természetesen. Szombaton Orbán Viktor miniszterelnökkel három dologban állapodtunk meg, hogy a béreket a MOK bértáblájának megfelelően emeljük, hogy a hálapénzt eltöröljük, és a harmadik pedig az volt, hogy december 31-ig közösen kidolgozzuk az egészségügy átalakításának részleteit. Most akkor, ha jól értem, ez a harmadik pont, ami egy kicsit nem úgy alakult, ahogy önök elképzelték. Hát a harmadik pont az egyáltalán nem úgy alakult, ahogy elképzeltük, mert az egész törvénytervezetre számunk előttünk ismeretlen volt a szolgálati jogviszony vonatkozásában. Azt akkor kaptuk meg, amikor az már felkerült a parlament honlapjára, és volt rá kb. 2 óránk, hogy érdemben foglalkozzunk vele. Tehát erről nem is volt szó a találkozón? Nem, erről nem volt szó. A nyár folyamán a kamara részt vett a Bér- és Hálapénzbizottságban, mint a neve mutatja, ez az első két témáról szól, és természetesen az egészségügyi átalakítására roppant mód szükség van, de hát ez csak egy közös munka lehet az orvostársadalommal együtt, tehát nem nélkülük. Nos, akkor ami még történt, hogyha jól tudom, tehát megkapták ugye véleményezésre, értelmezésre a javaslatot, és hogyha jól tudom, önök nyújtottak is be módosító javaslatokat, aminek egy része talán be is került a törvénytervezetbe. Így van, tehát ebben a 2 órában gyorsan átfutottuk, és kiemeltük a legfőbb problémákat, és ezeknek egy része bekerült a törvénytervezetbe. Nevezetesen? Például a bértáblához képest volt egy eltérés, hogy a 20%-kal lehetett volna csökkenteni a bért a munkahelyi főnök meglátása alapján. Volt egy-két apróság, amit szintén korrigáltak, de a legfontosabb két pont a vezényelhetőség, áthelyezhetőség, illetve a másodállások teljes szigorú engedélyhez kötése az nem változott, és ez a két kritikus pont az, ami nem elfogadható, és ami a betegek biztonságát rendkívül mértékben veszélyezteti, akár heteken belül. Ezt kifejteni, hogy miért, hogy mi kívülállók is ezt jobban megértsük, akár gyakorlati példákkal tudná illusztrálni? Tehát jelen pillanatban is, ha valahol mondjuk zajlik egy műtét, ott jó eséllyel az egyik vagy több orvos az egy másodállásban végzi ezt a tevékenységet, mert egy orvosnak több munkaviszonya van, és nem egy helyről szerzi a keresetét. Az orvosi kamarának ez is volt az egyik missziója, hogy létrehozzunk egy olyan bérezést, amivel lehetővé válik az, hogy koncentráltabb, kipihentebb orvosok legyenek, de ehhez át kell alakítani az egészségügyi rendszert is. Tehát, hogyha ez megszűnik, akkor az orvos egy helyen fog tudni dolgozni, és nem lesz például mondjuk altató orvos, akivel ezt a műtétet ki lehet vitelezni, vagy sebész, vagy mondhatok bármilyen más szakterületet, mert az egész orvoslásra ez igaz most Magyarországon. Úgyhogy alapvetően mi azt gondoljuk, hogy a törvény iránya jó, és nem az számít, hogy most hogy hívják, tehát az egészségügyi szolgálati jogviszony elnevezés nem probléma önmagában. A tartalomnak van két kritikus eleme, illetve az, hogy az alapellátók, tehát a házi orvosok, alapellátó fogorvosok helyzete most rendezetlen maradt. Tehát ha jól értem, akkor hosszú távon önök egyet is értenek azzal, hogy egy munkahelye, egy állása legyen az orvosnak, csak most úgy látják, hogy jelen pillanatban ez kivitelezhetetlen. Jelen pillanatban egyértelműen kivitelezhetetlen. Avval abszolút nem értünk egyet, hogy egy nem egészségügyi területhez miért kellene engedély, tehát hogyha
valaki mondjuk őstermelőként is foglalkozik, mert ez a szenvedélye, azt most ez alapján, a törvény alapján be kellene jelenteni, tehát ezt azt gondoljuk, hogy ebben nem lehet beleszólása az államnak, miért ne alapíthatna egy orvos egy KST-t például, ami bármilyen tevékenységgel foglalkozik, illetve azt gondoljuk, hogy a jelenlegi törvények is lehetőséget adnak arra, hogy áttekinthetővé váljon, hogy hol dolgoznak orvosok. Hogy a szürke gazdaság megszűnjön az egészségügyben, az nekünk alapvető célunk. Aha. De az nem lehet célja se a kormánynak, se az orvostársadalomnak, nem az, hogy egyik hétről a másikra ellátási hiányok alakuljanak ki. Tehát ezt a törvénynek kell szabályoznia, utána a rendeletekkel az apróbb módosításokat, pontosításokat meg lehet tenni, ezzel nincs semmi gond, de a törvényben most jelenleg van egy-két dolog, amit így nem lehet, nem tudunk támogatni és elfogadni. De akkor azzal elvi szinten egyetértenek, hogy külön kell szedni, választani az állami és magán praxisokat? Ebben természetesen, tehát a fejlettebb Nyugat-Európában is ez szépen szétválik, és Magyarországon is az a cél, hogy a közegészségügy az ne vállalkozók és cégek hálójára épüljön rá, ebben szerintem nincs vita, ebben előre kell lépni, de ez a törvény, ami most született, ez ennél sokkal tágabb teret ad a restrikciókra, vagy hogy mondjam, tehát hogy a kormányzat, vagy az aktuális döntéshozó beleszólhat az orvosok magánéletébe már szinte ilyen szinten, tehát ezt nem tudjuk támogatni. De akkor, ha jól értelmezzük, tehát másodállása akár lehet egy orvosnak, csak minden engedélyhez kötött, és hogy ki fogja ezt engedélyezni, az még nem világos, ugye egyelőre csak azt a választ kaptuk, hogy valami hatóság majd elbírálja ezeket a kéréseket. Így van, ez így pontos, igen. Nos, a másik ugye, ami így érdekli nagyon a közvéleményt, ez a bizonyos hálapénz. Többen felvetik azt, hogy azért a hálapénz legsunyibb módja az így is megmaradhat, mert hogy az orvos beviheti majd a magánbetegét az állami kórházba, és ott használhatja továbbra is a teljes infrastruktúrát és a személyzetet, úgymond önkéntes segítő címen. Ön is lát a rendszerben ilyen kis kapukat? Rendeletekkel ezt a kérdést lehet szabályozni, egyértelmű a cél, hogy ilyen ne következhessen be. Tehát el kell választani az ellátást, és a mi célunk és a missziónk 5 éve az, hogy a hálapénzt ki kell vezetni. Tehát ilyen szempontból természetesen az egyértelmű szigorú szabályzás mellett vagyunk. Csak hát ugye nem olyan egyszerű, mert például sok ember hozzá is van szokva, tehát hogy ez például a betegeket hogy lehet leszoktatni erről? Nézze, ahogy a 80-as években még napi gyakorlat volt, hogy a forgalmiba bekerült egy 5000-es, vagy egy 500-as, akkor még inkább, hogyha egy rendőr megállította az illetőt, és mára ez teljesen kihalt, illetve ahogy Nyugat-Európában a hálapénz fogalma ismeretlen, Magyarországon is biztos vagyok benne, hogy meg lehet oldani enélkül. Most a páciensek a borítékot azt nem hálából adják már, hanem mert nincs megfelelően átlátható betegbiztonságot garantáló egészségügy. Azt kell megteremteni, a borítékot pedig eltüntetni. És a hálapénz az elfolytja, tönkreteszi annak a lehetőségét, hogy az ellátók, az orvosok, a rendszer és a betegek is abban legyenek érdekeltek, hogy egy tiszta, pontosan átlátható egészségügy jön létre. Úgyhogy ezt ki kell vezetni, és akkor lehet változtatni. De akkor ön szerint akár egy ilyen rendelet, rendelkezés így elég is, és segíthet? A törvény megadja a kereteket, tehát ugye a BTK-ba meg fog kerülni, és aztán rendeletekkel pontosan lehet még esetleg finomítani, hogy ezt hogy lehet kivitelezni, tehát végrehajtási rendelettel. Azért beszéljünk még egy fontos dologról, mert talán ennek az egész új törvénynek a legkritikusabb pontja az a úgynevezett kirendelés. Tehát, hogy ugye az egészségügyi szolgálati jogviszonyban lévő orvosokat, ha jól értjük, akkor gondol egyet a vezetés, és azt mondja, hogy költözzön le egy budapesti orvos mondjuk Debrecenbe, és igazából csak 10 nappal előtte kell bejelenteni ezt a szándékát az orvos részére.
Így van, tehát a kerettörvény erre lehetőséget ad, ugye ezt is a rendeletekkel lehet valamelyes szabályozni, de ez az a pont, amiben nem engedhetjük meg, hogy egy törvényben ez abszolút szerepeljen, hogy akkor egy orvos a családjától, tanulmányaitól, bármitől elszakítva 10 nappal később békeidőben kirakjunk valahova. Most is vezényelhetőek az orvosok, de pontosan meg van szabva, hogy milyen feltételekkel és kiket nem. Tehát egy csecsemő mellől az édesanyját nem lehet elvezényelni. És ilyen kitételek? És válsághelyzetben, tehát csak mint amit most vagyunk, mint amit most élünk, tehát igen, a koronavírus alatt, mind érti az orvostársadalom, és csinálja is, vezényelhető. Én magam is ki vagyok rendelve, úgy dolgozom jó ideje, nem ezzel van a probléma, hanem ezzel a teljesen irreális felhatalmazása, hogy bármikor 1+1 évre, és a törvényben a sorok között meg is bújik, hogy az ellátási hiányok kezelésére az áthelyezés lehetséges, ez elfogadhatatlan. Tehát az, hogy 30 év alatt odáig jutott az egészségügyi rendszer, mert a döntéshozó mindig halogatta a döntést, hogy hozzányúljon, hogy komoly ellátási hiányok vannak, amit csak másodállásból lehet fenntartani. Azt most így, hogy akkor megszüntetjük a másodállásokat, és majd, mint a sok táblán a bábukat, így szépen a stratégiának megfelelően mozgatjuk az orvosokat, ebből az orvostársadalom nem fog kérni, egyszerűen elmegy a magánszektorba, vagy pedig külföldre. Pénteken az államiban dolgozik, hétfőtől meg már mondjuk Londonban. Tehát ez így fog működni, ezt nem lehet megengedni. Igen, világos. Tehát akkor semmi komoly feltételt nem kell, hogy szabjanak ehhez az úgymond kirendeléshez. A törvény csak a keretét adta meg, hogy egyszer 1+1 év. Tehát ez amit tulajdonképpen ahhoz, ami most jelenleg érvényes, az orvosi kamarának elfogadható, és az azzal kezelhető lenne a mostani szituáció is. Tehát nem a kirendeléssel van önmagában probléma, az orvosok természetesen menni fognak, hanem azzal, hogy ezt bármikor ellátási hiányra lehet hivatkozva alkalmazni. Igen, értem. Mi lesz a következő lépés? Hogy tervezik? A kamara már dolgozik a módosító javaslatokon, ezeket be fogjuk nyújtani. Óriási a felzúdulás, tehát hogy a kamara csatornáitól függetlenül is pár nap alatt több ezres orvos közösségek kovácsolódtak össze, amelyek deklarálják, hogy ebből a jogviszonyból nem kérnek, és télő, hogy ezzel elvész egyébként az a jó irány, amit ki lehetne hozni ebből a szituációból, hogy egy hálapénzmentes, betegek biztonságát garantáló egészségügy jöhessen létre. Úgyhogy benyújtjuk a módosító javaslatainkat, bízunk abban, hogy a kormányzattal együtt ezeket meg tudjuk csinálni, és akkor rendeződik itt pár héten belül a helyzet. Hogyha nem, akkor nyilván nekünk, mint orvosi kamara, képviselnünk kell azokat, azt a most már több ezer orvost, aki ezt alapjában elfogadhatatlannak tartja. Meglátjuk. Lépjünk előre konstruktívan. Mi, amióta ezt a mozgalmat elindítottuk, azóta is mindig azt szögeztük le, hogy ha valamire nemet mondunk, akkor felkíráljuk az alternatívákat. Most is ez történik, módosító javaslatokat fogunk benyújtani, mert ahogy mondtuk, a törvény módosításával ez egy nagyon jó előremutató törvény is lehet, de jelen formájában pár kritikus elem miatt nem elfogadható. És akkor mondhatjuk, hogy az orvostársadalom többsége ebben a formában nem támogatja ezt az új törvényt? Tehát azt tudom mondani, tehát egy pár nap alatt teljes reprezentatív felmérést nem végeztünk, de az, hogy mondjuk létrejön egy Facebook csoport hétfőn este vagy kedd este, és most éppen 7000 körüli taglétszámmal vannak orvosokkal, erre azért nem nagyon volt példa. Tehát, hogy egy hálapénzmentes mozgalmat felépítsük, évekre volt szükség ahhoz, hogy ahhoz több ezer orvos csatlakozzon. Igen. Itt 3 nap alatt egy 7000-es csoport létrejött, és azt gondoljuk, hogy nem, tehát nem a megfelelő kommunikáció zajlott se a kamara irányába, de leginkább az orvosok és a betegek irányába nem zajlott megfelelő kommunikáció. Ezt helyre lehet hozni. Én azt mondom, hogy ezt helyre lehet hozni, de ahhoz tényleg közösen kell dolgozni, összefogva, ahogy a miniszterelnök mondta. És kaptak ígéretet arra, hogy akkor megfontolják a javaslataikat?
A parlamentben elhangzott, tehát Gulyás Gergely például a vezényléssel kapcsolatban tett ilyen megjegyzést, Orbán Viktor miniszterelnök is talán egy tegnapi interjúban utalt rá, hogy nem békeidőre szánják a vezénylés lehetőségét, és ezzel mi tudunk azonosulni, ha az le is van írva a törvényben. Tehát ha ez le van írva, hogy válsághelyzetben vezénylés, és megfelelően tisztázott és megkötött feltételekkel. Igen. Mondjuk most ugye köztudottan egy eléggé krízis helyzet van a koronavírus miatt az egészségügyben, tehát senkinek sem érdeke talán az, hogy ez a probléma most vagy a nem megállapodás elhúzódjon, de hát, és hát ugye nagyon minden egyes orvos kézre most számítanak a rendszerben, tehát gondolom önök is úgy vannak vele, hogy minél hamarabb kerüljön ez nyugvó pontra és lehessen dolgozni. Természetesen. Tehát azt gondoljuk, hogy szombaton az elmúlt 30 év, de a hálapénz vonatkozásában az elmúlt 70 év legnagyobb eseménye következett be a magyar egészségügyben, és egy fordulópontot jelentett. Kár volt ezt hétfőn ennyire sietve. Miért sietünk ennyire? Önök ezt mivel magyarázzák? Nem tudom pontosan, tehát az elmúlt időszakból azért ez nem egy kivételes gyakorlat, hogy nagyon gyorsan benyújt a kormány egy kerettörvényt, és utána azokat rendeletekkel a saját, tehát ugye ott már a kormány maga hozza meg a rendeleteket, ezt módosítja, a mederbe tereli, de ez most itt az orvostársadalom számára így nem elfogadható. Ha ne adj Isten nem sikerül megállapodni, akkor hát keményebb eszközökhöz is folyamodnak? Az orvosi kamarától függetlenül már több ezer orvos arról beszél, hogy ő egyszerűen nem írja alá ezt az új foglalkoztatási jogviszonyt, tehát nem lesz orvos. Uh-huh. Úgyhogy, és az orvosi kamara, ezt még egyszer hangsúlyoznom kell, az orvos társadalmat képviseli. Tehát, hogyha itt jelentős igény és jelzések mutatkoznak arra vonatkozóan, hogy koordinálni kell az elégedetlenséget, vagy koordinálni kell ezt az akciót, akkor nyilván az orvosi kamara ezért is van. Természetesen mi higgadtak próbálunk maradni, és ebben a folyamatban, ahogy évek óta konstruktívan, de határozottan lépni előre és működni, de nyilván jöhet egy olyan pont, hogyha itt nincs közös megegyezés, amikor erőt kell mutatni. Hát nagyon reméljük, hogy erre nem lesz szükség. Nagyon szépen köszönöm, hogy elmondta a véleményét, minden jót kívánunk, viszont hallásra.